Hamarosan jelentősen olcsóbban utazhatunk majd buszon és vonaton egyaránt. Orbán Viktor miniszterelnök évértékelőjében jelentette be a kedvezményes lehetőségeket. Akik tömegközlekedéssel járnak dolgozni, ezzel komoly összegeket spórolhatnak majd meg. Bevezetjük a kedvezményes vármegye bérletet is. Május 1-jével buszra és vasútra egyaránt érvényes havi országbérletet és vármegye bérletet ajánlunk. A vármegye bérlet 9450 forintba, a havi országbérlet 18900 forintba kerül majd. Tehát például, aki Aparhant és Szekszárd között ingázik, neki jelenleg egy 35 kilométeres bérletet kell vásárolnia, ami közel 25 ezer forint havonta. Május 1-től azonban ez csupán 9450 forintba fog kerülni, és tömegközlekedéssel gyakorlatilag bárhová el tud majd jutni Tolna vármegyében. Az embereknek biztosan jó lesz. Az utazó közösségnek, akik bejárók, akik napi szinten utaznak munkahelyre, annak jó. Annak szinte hihetetlenül olcsó. Azok, akik utazásaik során rendszeresen átlépik a vármegye határt, 18.900 forintért az ország egész területére érvényes országbérletet vásárolhatnak. Ennek előnye, hogy így akár egyetlen bérlettel keresztül utazhatjuk hazánkat, eljuthatunk a legszebb, legnépszerűbb turisztikai látványosságokhoz, kirándulásra és akár vármegyéken át történő napi ingázásra is alkalmas. Ez reális dolog. Már a diákok véget is, meg be tudják járni a környéket, szebb világokat élni, és ez kell, hogy boldogságban legyenek az ember. Megveszed egy hónapra, és tényleg országon belül bárhol, mert ez mondjuk egy jó dolog. Egy én belül is értelemszerűen csak így nagyobb a gondolkodás, még jobb. A tanulók egyébként mindkét esetben 90%-os kedvezményt vehetnek igénybe, ez egy vármegye bérlet esetén mindössze 945 forint lesz.